Szevasztok, Jupi vagyok, Tini Ninjázni, fogunk ismételten, elhoztam a második részt. Na hát egy kicsit játszottam vele, mert ugye 4-es szinten hagytuk abba, ha jól emlékszem, és most már 17-es vagyok. Hát nézzük meg egyenlőre, hogy a shopban mi van. Hát a szokásos videó megnézős, illetve egy free kártyanyitás. Kaptunk 52 pizzát király, meg egy ilyen izét. Nem megyünk oda. Na, ami változott, amióta nem láttátok a videókat, vagyis hát nem voltatok itt, vagyis hát végülis nem vettem fel, inkább így mondom. 17-es lettem, ugye az embereim 16-osak, és megszereztem egy pár új embert. Hát ugye 3 volt az előző videóban, már most azért 2, 4, 6, 8-an vagyunk. Ugye itt van halpofa, meg ez. Nem tudom már, ki volt. Ez a plusz 1-es vagy 2-es, az azt jelenti, hogy lehet fejleszteni. Tudjuk fejleszteni a szinteket, viszont 17-esnél több nem lehet. Fejleszteni nem érdemes, mert akkor csata után hiába kapsz TP-t, akkor nem tudsz fejlődni. Magyarán ne költsetek fejlesztésnél, nem kell egyből 17-esre húzni, majd szépen magától felfejlődik. Viszont itt jobb felül, hogy majd Leonardo-t nézzük, hogy van itt ezek a támadások, és ugye ez most 3-as. Látjátok a kis rugás alatt ezt a 3-as. Azaz, 3-as szintű a támadása. És ezt úgy tudjátok fejleszteni, itt ugye alul, amit itt nézegettek, itt mutatja, hogy miből mennyi kell. Ez például 3x4, magyarán nincsen meg. Rákattintunk, és ugye behozza ezt a felületet, és rányomjuk, hogy battle. És hogyha elvileg megnyerjük a meccset, akkor kapunk egy olyan valamit, ami nekünk kell. Na, hát hanyas az ellenfél? 6-os. Mi meg már ugye 16-osak vagyunk, úgyhogy sanszos, hogy meg kell, hogy nyerjük a meccset. Hoppá, kicsit már keményebb lett Karai-nak a szuper támadása, mondjuk így. Hát ezt ide is vártuk az első kör, nem volt valami kihívás. Nyilván az elején azért nehezebb volt. Hát ugye a lefele nyilasokat nem támadjuk, mert az azt jelenti, hogy gyengébben sebződnek. De bár szerintem most tök mindegy, hogy megtámadjuk vagy nem, ugye az a felfele nyíl meg, hogy erősebben sebződik. Nézzük meg ezt a új fiszkókánkat, hogy mit tud. Van ez a gránát, amit eldob és meghal. Most lefele nyíl van neki, ott a 6-os alatt, és nem is tudta megölni, látjátok, ezt mondom. Ezt felfele nyíl nyilván megöli, mondjuk simán is megölte volna, de mindig azt próbáltuk támadni, ami vagy nincsen nyíl, vagy felfele nyíl van. Most itt konkrétan mindegyik felfele nyíl van, úgyhogy tök mindegyik itt támadok. Én ezt a dagattat fogom, és a szuper ütésével, és elég jól sebződött, ezt ki is nyírjuk most. Úgy van. Csinálunk egy ilyet. Húj, de jó, megsorozta a géppuska. Azt kinyírta mind a 3-at. Na hát erről ennyit. És most elvileg Leonardo kapni fog egy olyat, ami neki kell, ahhoz, hogy például 4-esre tudjuk fejleszteni. Nem kaptuk meg. De ugye a lehetőségben ott van ez a X-be rakott két ütő, vagy nem tudom mi volna az, és ugye nekünk az kell. Na szóval így nagyjából érthető, ugye? Hogy miket kell megszerezni, hogy ezeket itt fent tudjuk fejleszteni. Nyilván minél erősebb, annál jobbak vagyunk. Na, próbáljuk meg a story módot folytatni. Hát egy chapter 1 volt, itt jobb felül látjátok, hogy normál, illetve hardba lehet tolni. Hát ugye nekem már itt megvan mind. Chapter 2, itt is végigmentem, hardba, illetve normálba. És most várunk a 3-nál, itt normálba mentem végig. És most jön a hard rész. Ezt azért nem is csináltam, mert itt már gyengék voltak az embereim, és amit az előbb mutattam, azt kellett fejleszteni. Úgyhogy nézzük is meg a hard részben a 3. meccset. Ugye elvileg ez az emberünk, vagyis ez ellen megyünk, aki nekünk is megvan. 12 pizzába kerül, nagyon jó. Mutatok még valamit bal felül. Van egy olyan, hogy X1, azaz 1-es gyorsaság. Az be tudjuk állítani 2-esre, nincs tovább, 1-es, 2-es van. Az azt jelenti, hogy kétszerűen gyorsan mozognak a karaktereink. Látjátok, milyen gyorsak? Például... nagyon gyors. A másik, alatta van az a play jel, mondjuk így. Ha arra rányomjuk, magától csatázik, de viszont nem észszerűen. Amit láthattok, elnyomta az a katona az ultiát, mondjuk így, hogy vagy szuperütését, tök mindegy. Elnyomta, de fölöslegesen, mert egy emberre nem nyomunk olyat, ami sokat sebez.
Értitek? Szóval itt kellett volna elnyomnia, amikor mind a négy állt. Mind a négy ellenfél ott volt. Végül is mindegy. Úgyhogy nem a legokosabban használja a játékot ez a play jel. Viszont ilyenkor nem kell csinálni semmit, csak nézni, hogy harcolnak. És ugye kétszeres gyorsaságon play jel. Például azokat a pontokat, amiket az előbb próbáltam szerezni, azokhoz teljesen jó. Ott úgyse erős ellenfelek vannak, ott ugye régebbi ellenfelekkel játszotok. Ott tök mindegy, hogy ultizik, vagy használja ezt a spéci képességét, vagy nem használja, így is úgy is nyerni fogtok, mert sokkal gyengébb az ellenfél, mint ti. Itt viszont már úgy elgondolkodhat az ember, hogy megéri ezt a play gombot benyomni. Jó, most még nyerni fogunk, de lehet, hogy a következőnél már éppen nem nyernénk, valaki meghalna, és akkor nem kapjuk meg a három csillagot, csak egyet, vagy kettőt. Hát látok, most is elnyomta ezt a shuriken dobást, hogy minek is mondják azt, megkaptuk a három csillagot, jó. Karai elnyomta, de fölösleges volt, mert egy ember volt talpon. És látjátok, ezt mondtam, hogy kapjuk az XP-t, 75 XP-t kapott mindenki. És hogyha felfejlesztem 17-esre az embereimet, pénzért, vagy mi az, ilyen elég szíres izéért, akkor nem fejlődnek tovább, akkor fölösleges volt rájuk költenem a pénzt. Na nézzük a 4-es pályát. Én kiveszem ezt az 2-es gyorsaságot, 1-esben bőven elég, egy kicsit élvezhetőbb. Lassabban mozognak, vagyis hát normálisan mozognak. És szeretném én lejátszani, mert ők szerintem pancserül játszik a gép. Ugye most hárman vannak, én itt az elején ezt elnyomom. Megsebeztünk mind a hármat elég jól. Nagyon jó, azt is serőcsém. Mondjuk annak a katonának elég sok élete van, úgyhogy ezt lehet püfölni. Ki is védte az ütést, amit láttátok. Felfele nyíl, üssünk. Mink itt mindegy lett volna, kit támadok, szerintem simán nyerünk. Erre rányomjuk ezt az erős dobást. Erre ezt. Rogy. Hát ezt könnyen megnyertük. Nézzük a következő kört. Hú, itt mindegyiket tudnám támadni, tök mindegy, kit támadok. Felfele nyíl van, úgyhogy a strong erős ütést jelent, ugye? Úgyhogy erősen tudtuk ütni őket. És ugyanúgy nálunk is mutatja a nyílt nyilacskát. És most csinálják ezt a géppuskát. Lőjön mindenkit, ne csak egy ember lőjön, hanem mindenkit. És látjátok, egy megint snyekkent, meg egy csomónak lent lett az élete. Így már könnyű dolgunk van. Tök mindegy, hogy kitámarok, meghal. Úgy van. Nézzük a harmadik kört. Két boss is van itt ellenfelünkbe. Boss az ugye ilyen főnök szerűség, hát legyen ő. Támadjuk. És itt most inkább azt támadjuk, amíg felfele nyilas, mert ezek már keményebbek, már 16-osak ők is, és ugye mi is. Ezt itt meg kéne ölni. Úgy van. Karájval támadjuk. Ezt meg ők nem is jöttek, úgyhogy eddig ügyesen játszottunk. Hát most támadott, ugye? Jó, hogy mennyit sebzette. Jó ég. Gyorsan ki kellene ezt nyírni. Hát elég nagyot sebzett. Hát még kibírunk egy kört. Jó, Karály kivédte. Ezt így lebombázzuk. Ez az, megölte. Na már csak ez az egyenemi van. Akit most szétverünk, remélhetőleg. Jó, gyengült a támadása. Így mindenki meg fogja úszni. És basszus. Jó. Hú. Azt hittem, hogy fog lépni, még akkor megtámadhatta volna Karályt is. Ugye neki volt a leggyengébb élete, vagy legkevesebb. De megúsztuk. Megkapjuk a 75 XP-t, és kaptunk egy új profilkárt, vagy mi az. Megmutatom azt is, hogy itt vannak a karakterek. És van itt például egy zúzónál egy olyan 15/70. Ez a find, vagy nem tudom minek mondják. És 15/70, azaz, hogyha megvan a 70, akkor megkapom zúzót. És ugye az előbb ezt kaptunk, egy olyan kis izét kaptunk, mert tudom én már melyikből, ebből a légyből, ha jól emlékszem, Stockmanből. Vagy nem is Stockman kaptuk, hanem ezt a Kirbybat, vagy nem tudom, hogy hívják, hát aki nézett én Ninja-t, az biztos jobban informált, azért van karakter szarásig szerintem, elég sokan vannak. Mire itt mindenkit megszerzünk, azért az
az nem kis meló, szerintem. Na hát ugye folytassuk a sztorit, közben megmutatom inkább, vannak ilyen napi küldetések, ezek elég kemények egyébként, de már azért jó egységekkel illik jönni. Van nekünk ilyen speciális event, ez is nagyon nehéz egyébként. Itt most pénzt kapunk, itt kapunk ilyen izét, hát ugye amit látjátok, menjünk szépen sorba, és akkor kapunk éppen adott jutalmat. Illetve van tornament, itt más játékosok ellen játszunk, ezt viszont megmutatom. És ki tudjuk választani, hogy kit támadjunk. Célszerű a leggyengébbeket támadni. Itt ugye mindenkitől 10 kupát kapunk, úgyhogy tök mindegy, hogy kit támadunk. Én itt a 13-asokat fogom megtámadni, és nyilván a 16-os embereimmel. Azért 3-mal már erősebbek vagyunk. És így most konkrétan más játékosokat támadunk. Ennek a játékosnak például ezek a karakterei vannak. Akiket igyekszünk szétszedni. Kékkel kéket. De jól megsebeztük. Hát az a nyusz is. Na most szétgéppuskázzuk őket, egynek meg kell halnia. Nem halt meg egy se, viszont Raffaellót eléggé lesebeztük. Aki most jön. Júj, viszont Raffaellót most ki is nyírjuk. Nagy ott volt a felfele nyilacska. Kékkel kéket. És maradt ez a rózsaszín cukiság. Hát sanszos, hogy megnyertük ezt a meccset. Hú, mekkorát ütött bele. Rotty. Na, hát megnyertük. Na, a tornament az ilyen. Perfect victory. És viszont nem tudunk játszani folyamatosan. Hát én ugye itt most megkapom a jutalmakat. 210 kupát konkrétan. És ugye minél több kupád van, annál jobban jutsz felfelé itt a rangsoron. Én most 55. lettem 210 kupával. És nyilván, hogyha első vagy, akkor jutsz, mit tudom, most Warrior 1 van, akkor Warrior 2, 3, 4, 5, 6, 7, így tovább. Viszont, hogyha rányomom megint, hogy Battle, tök mindegy, hogy most kit választok ki, mert nem fogok menni, legyen ez a középső. És látjátok? 23 percig nem tudok támadni azokkal az egységeimmel, vagyis az embereimmel. Ugye célszerű sok mindenkit felhúzni, és akkor lehet tornamentezni, hogyha nagyon akartok. Én annyira nem, úgyhogy nem számít. Vannak itt ilyen challenge-ek, kihívások, ugye. Itt például ilyen, hát ilyen sajtszerű háromszög. Hát sajt az végül sajtba kerül. Nem pizzába, hanem sajtba, és itt is tudok játszani. Viszont itt nincsen emberem, akivel tudnék jönni csatázni. Ki tudja miért. Na mindegy, szóval erről ennyit. Szerintem menjünk vissza a sztoriba. Ugye itt jártunk, hogy chapter 3. Hát még itt van mit csinálni, ezt nem videóba fogom megcsinálni, mert azért lenne itt egy órás videó. Még ezt az egy meccset szerintem letoljuk, és akkor megnézzük, hogy hogy fog alakulni. Na nézzük. Nem autótámadással fogok, mert itt már azért erősebbek az ellenfelek, vagyis hát kezdenek kemények lenni. 15-es ellenfélnél már azért jó nekünk megküzdeni a háborunkat. Most ilyen 1-es-2-es ellenfél, amikor gyűjtöm azokat a pontokat, amit az elején is mondtam, akkor még nem nagyon kell lecsatázni, ha nem akarjátok. Nyilván van, aki szeret játszani, csatázni, az szépen álljunk, hogy úgy, ahogy most én is. Jó, üssük ezt. Szép. Hát nem pocsikoljuk most el a géppuskát, mert fölösleges, mert a másfél ember kére. Ezt meg szépen most kinyírjuk. Rotty. Úgy van. Három körös lesz ez a parti is. Elég sokat lesebződött. Na mindegy, egyet már megöltünk. Most szétgépuskázzuk őket. Ugye háromnál már azért érdemes. Hú, mennyit sem lesebzett. Ez kemény ez a katona amúgy. Elég durván tolja. Nem bántam meg, hogy betettem a csapatba. Tök mindegy, hogy kit támadunk, mert ez ennek így is úgy is annyi. Úgy van. Na nézzük a harmadik kört. Nem szaladtak nagyon messzire. Csomó lilánk van. Hát én akkor nem nagyon szoktam variálni. Üssük azt, aki éppen rajta van. Hát ezt gránátozzuk le. Aj, ilyenkor viszont variálunk, mert ugye lefele nyilván nem támadunk.
Inkább semlegest. Hát, ha már ezen voltunk. 24-es sebzett belém, te jó ég. Ez már 47-et? Ez már 78-at? Hello? 204-et. Na, azért ez már durva. Mire keményebbek vagy, tököcskösök. Puff. És már csak ez az egy maradt. Akit most ki is nyírunk. Mert így a főnök után. Te jó ég, alig tudtam megsebezni. Á, karaima fog halni. 80-es sebzettünk bele. Meg fog ölni karait, és csak 2 csillagot fogunk kapni. Nem akarom. Most meg kell, hogy ölt haver. Ez az! Megölte, így megúsztuk, megvan a 3 csillag. Hát gyertek, most már egyre erősebbek az ellenfelek. Úgyhogy videón kívül én majd fejleszteni fogom azokat a kis pöttyöket, amiket mutattam, és hát fejlesztő pontokat. Nézzük is meg. Ugye van ő. Őt fogom fejleszteni, és lehet is, mert megkaptuk itt az alsó sorban azt, ami hiányzott. Úgyhogy fejlesztjük is. A géppuskánk még erősebb lett. 2. szintű. És látjátok itt, mi kell hozzá, írja is nekünk. Ebből majdnem mind megvan. Szerintem ezt meg fogom még most itt csinálni videón kívül. Na hát ennyit terveztem volna mára, remélem, hogy tetszett a videó. Hogyha igen, mindenképpen dobjatok egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha nem tettétek volna még meg. Discord, illetve Facebook csoport link lent lesz a leírásban, ha valaki akar csatlakozni, van rá lehetőség. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, legyetek jók, és szevasztok!